Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Zemplén Televízió híradóját látják. Legfontosabb híreinkkel kezdünk. Hamarosan vége az áldatlan állapotoknak. A főtér átépítésével hamarosan teljesen megújul a sárospataki piac is. Figyeljünk a vízórákra! Fillérekből megelőzhető az elfagyás, a feledékenyek pedig tavasszal akár 10 000-eket is fizethetnek. Őszi érettségi az AVG-ben. Népszerűek az előrehozott vizsgák, 2014-től azonban megszűnik a lehetőség. Düledező falak, beázó tető, zsúfoltság, kátyus utak, ilyen most a sárospataki piac. A közelmúltban elkezdődött uniós támogatással megvalósuló belváros rekonstrukciós program részeként azonban teljesen megújul a piactér, az árusokat, vevőket 21. századi körülmények várják majd. Így néz ki most a sárospataki piac. A tetőn több helyen becsúrog az eső, a falak máladoznak, a járófelületek kátyusak, repedezettek. A kátyus utak és a düledező falak nem csak látványukkal okoznak problémát, de már az összezsúfolódó sok ember biztonságát is veszélyeztethetik. Ráfér azért a környékre a felújítás? Rá. Erre rá, mert ahogy esik az eső, mind beesik, és ott tudjuk a vízbe. Ázunk a vízbe, és akkor lábunk tiszta víz. A belváros rekonstrukciós programnak köszönhetően azonban hamarosan megszűnnek az áldatlan állapotok. A tanítóképző főiskola és a művelődésháza közötti tér felújítása után a piac következik. A tervek szerint teljesen újjáépítik a fedett részt, komfortos és korszerű árusító helyeket alakítanak majd ki. Nagyon aktuális, mert kicsi ez a piac, be vagyunk szűkítve ide, és remélem, hogy jó megoldás lesz a új piac. Várjuk. A várakozás már nem tart sokáig, hamarosan itt is megkezdődnek a munkálatok. A felújítás nem csak a vásárlók és az árusok szempontjából jelentős. Sárospatak népszerű turisztikai célpont, évente 100 000-ek látogatnak ide, így egyáltalán nem mindegy, milyen a város piactere. Sárospatak, mivel turisztikailag is egy olyan város, ami mindig szépíteni kell, nem elég szépíteni mindig kell, nagyon jó lenne már egy új piac, vagy egy szép felújított piac, és a környéke is, hogy még színvonalasabb legyen. Az árusok már hallottak a piac átépítésének tervéről, a vásárlók között azonban akadtak, akik csak most tudták meg. Ezt most hallottam először, de hát örülök, hogyha tényleg felújítják, és hogyha tényleg valószínű az lesz az elképzelés, hogy fedett legyen, ugye? Hát, hogyha fedett lesz, akkor mégis jobb lesz, mert kényelmesebb nekünk is, vásárlóknak, meg az elárusítóknak is, hogyha védett helyen tudják a terményeiket kirakni. A felújítási munkálatok zöme várhatóan tavasszal zajlik majd. Ez ugyan kicsit távolinak tűnhet, de a vásárlók és az árusok is türelmesek. Azt mondják, egy telet még kibírnak, aztán nyártól végre már kellemesebb környezetbe járhatnak majd. Hát igen, eléggé ütött kopott már, igen, ráférne. Úgyhogy biztosan gyönyörű lesz, úgyhogy ennél csak szebb lehet. Köszönjük, ha felújítják, akkor igazán ez a környezet nem az a tetszetős. A vevők várakozása sem kisebb az árusokénál. Mindenki kíváncsi, hogy fog kinézni a megújult piac. Az átépítés járulékos haszna pedig az lehet, hogy a megújult piacot több vevő látogatja majd, több lehet az árus, és a kellemes környezetben akár a vásárlási kedv is növekedhet. Még mindig szünetel a gázszolgáltatás abban az épületben, ahol a múlt héten 10 ember lett rosszul szénmonoxid mérgezés miatt. A katasztrófa védelem teljes felülvizsgálatot rendelt el az irodaházban. Az ellenőrzés során a kéményseprő vállalatot és a gázszolgáltatót a fűtési és szellőztető rendszer soron kívüli felülvizsgálatára kötelezték. A gázmérgezések megelőzésére, a fűtési berendezések alapos átvizsgálására hívta fel a figyelmet a tűzoltóság vezetője. Egyelőre nem lehet tudni, hogy emberi mulasztás, a gázkészülék meghibásodása vagy egyszerűen a szénmonoxid visszaszivárgása okozta a múlt heti sátoraljaújhelyi munkahelyi gázmérgezést. Akkor egy irodaházban 10 ember lett rosszul, és csak a dolgozók lélek jelenlétén múlt, hogy az eset nem végződött tragédiával. A szakemberek szerint a történtek felhívják a figyelmet arra, milyen fontos a fűtési berendezések ellenőriztetése. A szénmonoxid jelző készülék ugyan fokozza a biztonságot, de a gázkészülékek, kémények, szellőzők évenkénti felülvizsgálata elengedhetetlen. Ez a káreset nem követelt emberéleteket, tehát most a szénmonoxid hál' Istennek nem okozott nagyobb kárt.
Ez köszönhető annak, hogy az ott tartózkodók még időben észlelték ezeket a tüneteket, fejfájás, hányinger, rosszulét. Azt kell nagyon megszívlelni a tulajdonosoknak, illetve aki fali gázkazánt vagy gázkonvektort üzemeltet, hogy az első legfontosabb a karbantartása a készülékeknek, illetve jövőre már egy új jogszabály hatályba lépése miatt a felülvizsgálata is kötelező lesz ezeknek a gázkészülékeknek. A karbantartás mindenféleképpen hasznos az üzemeltetési előírásait elolvasni a kazánoknak, ugyanis nem mindegy, hogy hogyan kell ezt üzemeltetni biztonságosan. Az elmúlt hetekben a kéményseprő szolgáltatók hívták fel a figyelmet a fűtési berendezések és a kémények ellenőrzésére. A gázkészülékek felülvizsgálata mindig a tulajdonos feladata. A kéményseprők a kémények átjárhatóságát ellenőrzik. A nyáron megjelent kormányrendelet a gázberendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatára kötelezi a tulajdonost. A gázkészülékeket 5, a csatlakozó vezetékeket pedig 10 évente ellenőriztetni kell. Legkésőbb 2016. december 31-éig a fűtési rendszerek minden egyes elemét műszaki biztonsági szempontból felül kell vizsgálni, írja a Magyar Közlöny. Az ellenőrzés a kötelezettség ellenére is ajánlott, mert a legnagyobb figyelem ellenére is történhetnek balesetek. A szénmonoxid mérgezés pedig az egyik leggyakoribb háztartási baleset Magyarországon. A Szlovák-Magyar Határvízi Bizottság munkatársai a Ronyva újonnan megerősített gátját ellenőrizték ma Sátoraljaújhelyen. Ahhoz, hogy a gát szintjét meg lehessen emelni, még a tervezési szakasz előtt szükség volt a szlovák szakemberek beleegyezésére, és a munkák befejezéséig folyamatos volt az egyeztetés a két ország vízügyesei között. Az építkezés után is élő a kapcsolat a két ország szakemberei között. Ma kötetlenebb formában a Magashegyen találkoztak a szlovák és magyar vízügyesek. A Ronyván épült gát átadóján is elhangzott, a védmű építése nem csak a magyar szakemberek munkáján múlt. A tervezés és a kivitelezés előtt a háttérben szakmai és politikai egyeztetések zajlottak annak érdekében, hogy Szlovákia is beleegyezzen a határon épült gát megemelésébe. A végleges magasságot és a kivitelezés módját is befolyásolta, hogy a Ronyva határvíznek számít. A szlovák és magyar vízügyes szakemberek ennek a munkának a tapasztalatairól is beszélgettek ma, azon a kötetlen találkozáson, amelyet a Sátoraljaújhelyi Zemplén kalandparkban rendeztek meg. Egyrészt azt gondolom, egyfajta gesztus kell nyújtanunk felük, meg kell köszönni az együttműködés, hiszen az ő jóváhagyásuk nélkül a tervezés sem indulhatott volna el, nem hogy megvalósulhatott volna egy ilyen beruházás. Másrészt gyakorlatilag végig is tekintették a határon, hogy mi az, ami megépült, és a terveknek megfelelően épült-e meg, és természetesen egy kicsit könnyedebb ez a találkozó, nem csak a szakmai kérdések kerülnek felszínre, hanem egyéb emberi kapcsolatok is, ezért ajánlottuk örömmel a helyszínt, hogy ha lehet, akkor látogassanak el a Zemplén kalandparkba. A Szlovák-Magyar Határvízi Bizottság nem csak a Ronyván épült védművet tekintette meg, a Bodrog és a Tisza érintett szakaszaira is ellátogattak. A szakemberek ugyanis nem csak árvíz idején tartják a kapcsolatot, de közös uniós pályázatok során is egymás tapasztalataira támaszkodnak. A Ronyvagát esetében az elkészült védmű hivatalos dokumentumait is kérték a szlovák szakemberek. Bol projekt na posúdení, tak bolo dohodnuté, že bude zabezpečené rovnaké. Amikor ezt a beruházást véleményeztük, akkor megegyeztünk azon, hogy az alapel az, hogy mindkét oldalon egyforma biztonságnak kell lenni. A vizuális megtekintésnél úgy tűnik, hogy ez be volt tartva, természetesen mink követeltük a magyar féltől, hogy ezeket a megvalósítási beméréseket adja le nekünk, és ezt fogja majd pontosan megmutatni, hogy főképp ez a vízszintek, magasságok belé voltak tartva. A találkozón a szakemberek kiemelték, a két ország politikai viszonyától függetlenül vízügyes kérdésekben a szakmai munka mindig nagyon hatékony. Egymás tudását és szakmai tapasztalatát ismerik és elismerik mindkét oldalon. A Magyar Comenius Társaság tudományos felolvasóülés rendezett Comenius és a jövő címmel a Sárospataki Főiskolán. Az előadók azt hangsúlyozták, hogy a modern pedagógia alapjait szűk négy esztendő sárospataki tartózkodása alatt megteremtő, több mint 360 éve elhunyt tudós polihisztor volt. Számos tudományággal és társadalmi, politikai kérdésekkel is foglalkozott, amelyek közül több ma is aktuális. Comeniusnak az 1600-as évek második felében megszületett gondolatai, munkái máig hatnak.
A Lórándfi Zsuzsanna a fejedelemasszony biztosította anyagi feltételekkel és kutatói szabadsággal lefektette a mai pedagógia alapjait. Emellett aktív társadalmi közéleti szerepet is vállalt, amellyel nem csak nemzetközi elismertségre tett szert. Annak a nemzetközileg világszerte ismert szakembernek a munkája és munkásságak egyébként itt Sárospatakon is élt és dolgozott. Ennek az örökségnek és eszmének az ápolásával, kutatásával foglalkozik a Magyar Comenius Társaság, amely megalakulása óta már a 26. tudományos felolvasóülését tartotta meg. A társaság elnöke szerint Comenius azért is érdekes még ma is, mert emberként és tudósként is sokrétű volt, így munkássága is szertágazó. Ő nem csak mint pedagógus, hanem teológus, filozófus, tehát egy polihisztorként működő világhíresség volt, és a gondolatai olyan széles körűek, mint ahogy itt hallottuk, hogy mindig van meríteni valónk a Comeniusi gondolatokból. A jövő és az ahhoz szükséges kutatómunka a fiatalabb generáció feladata is, hiszen a társaság soraiban egyre több a fiatal tudós, akik Comenius munkásságának egy-egy szeletét kutatják. Az ülésen megtartott tisztújítás keretében a 6 éve Comenius emlékéremmel díjazó DNS Dénes elnökségi tag lett. Úgy véli, fontos, hogy megtalálják a kapcsolatot a fiatalokkal, akik segítik, folytatják majd a Comeniusi utat. Nem szabad a fiatalokat közvetlenül erőszakosan megközelíteni egy ilyen kérdésben, mert akkor ellenállás szül. Olyan kérdésköröket kell integrálni egy-egy ilyen társaságnak és képviselnie, ami egzisztenciálisan érinti azt a fiatalt, aki mondjuk egy szellemi pályán indul el, hát történetesen mondjuk pedagógiai pályán indul el. Hogyha ezt sikerül megtalálni, akkor létrejön a kapcsolódási pont. Comenius munkássága és kutatásai folyamatosan témát adnak a mai oktatáspolitikában is. Éppen ezért is fontos, hogy bővüljön és fiatalodjon a Comenius Társaság, hogy legyen, aki gondozza Comenius örökségét, hangzott el a tudományos ülésen. A téli fagyos időjárás alapos felkészülést igényel a lakástulajdonosoktól, autósoktól egyaránt. A megelőzés, a fagyvédelem fontos a vízórák, vízszerelvények esetében is. A Zempléni Vízmű Kft. Szakemberei a rendszeres vízóra leolvasás idején is felhívják a tulajdonosok figyelmét a vízmérő berendezések fagyvédelmére. A tönkrement mérők cseréjén túl az elfagyott vezeték miatt elfolyt vizet is a hanyag tulajdonosnak kell kifizetni. Egy egyszerű mozdulat, amellyel megakadályozhatjuk, hogy a vízmérő óra elfagyjon télen. A kültéri berendezések fagyvédelmére rendszeresen felhívják a figyelmet a vízszolgáltató vállalat szakemberei. Ennek ellenére minden évben sok olyan fogyasztó van, aki elfogyás miatt kéri a vízóra cseréjét. A feledékenység ebben az esetben ráadásul nem is olcsó, hiszen az új óra mellett az elvégzett munkát is kiszámlázza a szolgáltató. Mert egy elfagyott órának a cseréje kiszállással együtt 18 ezer forint. Azért 18 ezer forintot kifizetni a mai világban ilyen szegény területen, az én szememben luxusnak tűnik, ugyanakkor pár forintért ezt a védelembe helyezést meg lehet tenni. Az elfogyott vízmérő cseréjének költségével szemben a fagyvédelem néhány száz forintból megoldható. Egyszerű szalmazsákkal, hűszigetelő anyaggal körbetekerve is kivéthetjük a problémát. A legfeledékenyebbek a hétvégi házak tulajdonosai, akik gyakran csak tavasszal, a jó idő beálltával veszik észre, a hideg, fagyos időjárás kárt tett a vízórában is. Főleg az üdülősök, akik úgy hagyják itt az üdülőket, hogy a fagymentesítésről, a víztelenítésről nem gondoskodnak, és csak tavasszal szembesülnek azzal, hogy több tízezer, esetleg százezer forintos vízdíj számlájuk tud kialakulni. Még a mai napig létezik olyan fogyasztónk, aki az elmúlt szezonban történt vízóráját a nehéz anyagi körülményeire hivatkozva nem tudja kicseréltetni,
közkultról kénytelen a vízellátását biztosítani, akkor azt kell mondjam, hogy érdemes odafigyelni. Ha nem csak a vízóra, de a vízvezeték is elfagyott, az elfolyt vizet is ki kell fizetni. Ez pedig akár több tízezer forintra is rúghat. Ilyenkor könnyítésként kérhető részletfizetés, de azt a szolgáltató mérlegeli, hogy kinek és milyen mértékben ad erre lehetőséget. A leggyakrabban az elfolyt víz mellett keletkező szennyvízdíjat engedi el a KFT. Őszi érettségi vizsgák zajlanak a Sárospataki Árpád vezér gimnáziumban idén utolsó előtti alkalommal. 2014. január 1-től ugyanis megszűnik ez a lehetőség. Csak tavasszal lesz alkalma a diákoknak lezárni középiskolai tanulmányaikat. Azonban ekkor sem bármelyik tantárgyból, csak az idegen nyelvek és az informatika közül választhatnak a diákok. Az írásbelin túl és a szóbelik előtt az iskolában nagy a népszerűsége az előrehozott rendszernek. Lezajlott az őszi érettségig írásbeli része a Sárospataki Árpád vezér gimnáziumban. Sok diák választotta ezt a lehetőséget idén is, főleg azért, hogy megkönnyítsék saját helyzetüket a tavaszi vizsgák idején. 2014-től azonban megszűnnek az őszi érettségig, s ennek nem örülnek a diákok. A végzősök úgy látják, nagy könnyítés, hogy nem kell minden tárgyra egyszerre tanulni, és hátrányba kerülhetnek, akiknek erre már nem lesz lehetősége. Én úgy gondolom, hogy a diákság helyzetét ez nagyban befolyásolja, mivel mi még tudtunk érettségizni ősszel is, így sokkal könnyebb volt, mert a nyáron jobban fel tudtunk készülni például az érettségre is, és egyszerre évvégén szerintem sok az az öt tantárgy. Vannak, akik azt a lehetőséget is kihasználták, hogy utolsó előtti évük végén tavasszal tettek le egy-egy tárgyból érettségi vizsgát. Ezt továbbra is megtehetik a diákok, de alaposabban kell majd tervezniük, hiszen már télen jelentkezni kell a tavaszi vizsgára. Van olyan is, aki nem gondolkodott ennyire előre, viszont ősszel két tárgyat is bevállalt. Az angolt ezt azért, mert amiután leérettségizek, utána ugye nem kell bejárni órára, így a többi érettségi tantárgyamra tudok készülni, a németet pedig egy felsőfokú érettségi előtti biztosíték miatt. Tehát, hogyha abból majd a felsőfokú nem sikerül esetleg annyira jól, akkor ezzel a középpel be van biztosítva a továbbtanulás. Az AVG-ben mindig is tartottak előrehozott érettségi vizsgákat, és sok diák igénybe is veszi ezt a lehetőséget, többségük jó eredménnyel. Most, hogy már túl vannak az írásbeliken, és az eredmények is megvannak, az iskola joggal lehet büszke tanulóira. Nagyon-nagyon jól sikerült a diákok döntő többségének ez az első forduló, hiszen nagyon-nagyon sok olyan diákunk érettségizett, akinek az írásbeli eredménye jóval meghaladja a 90%-ot, vagy legalábbis 90% körül van. Örömmel számoltok bele arról is, hogy az a 9 diák, aki emelt szinten érettségizett, valamennyien az írásbeli teljesítményük alapján jelenleg az 5-ös érdemjegy szintjén belül vannak. Hát nagyon bízunk abban, hogy mind ők, mind pedig a középszinten érettségizők is az írásbeli elért eredményeket még tovább fogják tudni javítani a szóbeli megmérettetésen. Idén az előrehozott érettségizők számában nem volt jelentős növekedés. Arra viszont már most számítani lehet, hogy sokan kihasználják majd az utolsó őszi érettségizési lehetőséget, és jövőre az előrehozott vizsgákkal jóval többen próbálják majd meg könnyebbé tenni a tavaszi nagyhajtást. Híradónk végén főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Hamarosan vége az áldatlan állapotoknak. A főtér átépítésével hamarosan teljesen megújul a Sárospataki piac is. Figyeljünk a vízórákra. Fillérekből megelőzhető az elfagyás, a feledékenyek pedig tavasszal akár tízezreket is fizethetnek. Őszi érettsége az AVG-ben. Népszerűek az előrehozott vizsgák, 2014-től azonban megszűnik a lehetőség. Kedves nézőink, Önök az Zemplén Televízió híradóját látták. Híreinket újra megtekinthetik a www.zempléntv.hu internetes oldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zempléntv@zempléntv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!